A szigetben működő rendőrségi hivatal előtt tartotta sajtótájékoztatóját a Jobbik. A párt győri polgármesteri jelöltje szerint javítani kell a város közbiztonságán. A győriek biztonsága nem lehet pénzkérdése. Sajnos azzal, hogy pár renitens családot innen Szigetújvárosból az önkormányzat átköltöztetett más városrészekbe, gondolok itt Adivárosra és Marcalvárosra, azzal nem megoldotta, hanem kiterjesztette a problémát. Én azt gondolom, hogy polgármesteri jelöltként, önkormányzati képviselőként mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy együttműködjek és támogassam olyan civil szerveződéseknek a munkáját, akik a közbiztonságot segítik. Hiába hoztak létre egy rendőrségi hivatalt, mondja Fodor Roland, a városrész önkormányzati képviselő jelöltje, az nem működik hatékonyan. A megoldás az lenne, hogy a rendőrségi reprezentatív iroda helyett egy valóban jól működő rendőrösöt kéne létrehozni itt Szigetújváros szívében, emellett állandó, gyalogos rendőri járőröket kéne kihelyezni az utcára. Képviselőként, Újváros és Sziget képviselőként, kezdeményezni fogom a teljes kamerarendszer kiépítését Szigetújvárosba, illetve ezen felül kezdeményezni fogom, hogy az önkormányzat minden évben 1 millió forinttal jutalmazza azt a közterületen szolgálatot teljesítő kisrendőrt, aki a legtöbb intézkedést foganatosítja a közrend érdekében. Szabó Nirácz Anita a családon belüli erőszak ellen szeretne fellépni, és a nők kiszolgáltatottságán változtatna. Mindenképpen el kellene azt érni, hogy merjenek a bántalmazottak a megfelelő szervekhez fordulni, tehát ne érje megaláztatás akkor, amikor mondjuk egy szexuális bántalmazás után elmegy a rendőrségre, és ott akár azt tapasztalja, hogy a háta mögött nem úgy fogadják a bejelentését, ahogy éppen hozzá kellene állni. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy önkormányzati lakásokat a jövőben csak olyanok kaphassanak, akik erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, illetve szükség van olyan rendőrségi raziákra a Szigetben és az Újvárosban, amik felszámolnák az illegális albérleteket működtető bűnbandákat.